Jó napot kívánok, és köszöntjük Önöket Debrecenből. Új kör kezdődik, 12. forduló az OTP Bank Ligában. Folytatjuk a futballal kapcsolatos közvetítés sorozatunkat. A hajdúságiak a Budapest Honvéd együttesét látják vendégül. Nem is rossz, Mezgráni. A lőtt paszt nem tudta jól átvenni. Ez büntető. És Karakó is így látja. Lukic, vele szemben Gróf. Ez egy könnyed és magabiztos 11-es, vezet a Budapest Honvéd. Gróf elmegy a másik irányba, Lukic kivár az utolsó pillanatig, és aztán könnyedén megurítja a bal alsóba, megszerezvén a vezetést a Honvédnak. Rávezeti Dölanra, akinek van már egy sárga lapja is ráadásul, úgyhogy figyelnie kell. Balog tisztára játszotta magát. Bőle, mellette Mezgráni, Bőle lövi el, gyönyörű gól! 2-0! Itt Balog megcsinálja, itt a passz, hol a passz? Itt a passz, ez nem lesz. Korhut ugyanis belógott teljesen egyértelműen, meg is adja. A VAR is jóvá hagyja a találatot. Bőle Lukács, egy átvétel, még egy tolás, és aztán gyönyörűen bal belsővel kirúgja a kapu jobb oldalát. 2-0-ra vezet a Honvéd Debrecenben. Zsuzsák teszi tovább, az is büntető. Igen. 10 perccel az első félidő vége előtt Zsuzsák Balázs büntetője, Szappanos vele szemben. Nem védi ki. Elsőre úgy tűnt, hogy meg lehet Szappanosnak, de Zsuzsák szépít. Íme még egyszer a büntetőt érő szabálytalanság. És ez Szappanosról csorog be. Lukic pedig teszi ki oldalra, akkor, amikor letelik az első félidő rendes játék ide, 3 perces ráadás kezdődik meg. Bőle! Gól! Itt Lukic gyönyörűen teszi ki oldalra. Tamás Krisztián pedig látja, hogy érkezik Bőle Lukács, és Gróf ehhez csak hozzáérni tud. Mondom, Bőlének csak a Debrecen ellen kellene játszania, a 3. bajnoki gólja, a 3. a Loki ellen ebben az idényben. Korhut, Barát és Sós azok, akik elhagyják a pályát, tehát nem az összes támadóját kapta le Jeremiás Gergő, és az ő helyükre jön Tister Patrik, Ugrai Roland, valamint Németh Krisztián. Zsuzsák háttal a kapunak. Ugrai, na most jobbra vagy balra húzza? Jobbra, teker! Ó, de szép gól! Ugrai Roland! Zsuzsák teszi ki oldalra, Ugrainak az előbb is volt már egy lehetősége, és ez káprázatos. Szappanos is csak nézi. A forduló egyik legszebb találata. Segít a hazai kapufa, és 3-2-re följön a Debrecen. És közben az élő képen viszont Lukic lesről szerez gólt. Ez valóban lesnek tűnik a fűcsíkozását tekintve. És mehet Nikolic. Tisler készít le, Zsuzsák akár lőhet is, Zsuzsák megteszi, gól! Zsuzsák Balázs kiegyenlít egy távoli lövéssel. Egy átvételt követően némileg talán váratlanul arra számítottak a vendégek, hogy egyet még tol Zsuzsák, de nem. Szappanos hozzáér, de megint egy kapufa, ami besegít. Mind Ugrai, mind Zsuzsák góljánál a bal kapufa jókor jó helyen volt. És talán meg is pattan ez a lövés. Batik fejese. Lukic, a lesz határól Lukic. És nem csorog be. Kihozta egy kötényt Ugrai. Tisler nem figyel, de Ugrai megy tovább. Ugrai elvállalja. Elbizony! Szappanos véd egy óriásit. Zsuzsák szöglete. És megfordítja a meccset a Debrecen. Zsuzsák teker középre. Varga csúsztat, és Dölanról teljesen elfeledkeznek a Honvéd játékosai. Jön mellette Zsuzsák, elcsúszik közben Tamás, Németh helyzetben, Németh, ez is bent van! Ez valami egészen hihetetlen, ami Debrecenben történik. Tamás elcsúszik, ahogy az egész Honvéd elcsúszik, Clemens belóg, Németh pedig a legszebb korait idézve gyönyörűen átlöbböli Szappanost. 5-3. Nono szabadrugása. Jön Clemens, óriási mentés, Balog, és Gróf kap bele, nincs bent.